Rezes banda és izgatott tömeg várta a városunkba érkező nosztalgia vonatot, kicsik és nagyok egyaránt a 150 éves déli vasút tiszteletére gyűltek ma össze a székesfehérvári vasútállomáson. Így érkezett meg a nosztalgia szerelvény az első vágányra a vasút megszállottjainak és a gyerekek nagy örömére. A patinás kocsik díszes fülkéket és igazi nosztalgia hangulatot rejtettek. A gyerekek újongva fogadták a retrogőzöst. Én azért is szeretem a vonatokat, mert ugye olyan helyen visznek el, ahol még én nem is jártam. Mint Mészáros Attila képviselő mondja, a vasút mindig is fontos szerepet töltött be Székesfehérvár tömegközlekedésének életében, ezért is fejleszti a pályaudvart jelen pillanatban is a város önkormányzata. Azok a fejlesztések, amelyek jelenleg is zajlanak a Budapest-Székesfehérvár vonalon, azok meghozzák majd ennek a fejlesztésnek a gyümölcsét, és szeretnénk, hogyha még többen használnák a tömegközlekedésnek ezt a formáját. A déli vasút 150. évfordulója alkalmából emléktáblát is avattak a fehérvári állomáson. A nosztalgia gőzös ezután indult tovább Nagykanizsára. Így indult tovább a székesfehérvári vasútállomásról a nosztalgia vonat a délelőtti órákban. A vonat 7 óra 21 perckor Budapestről indult, és egészen Nagykanizsáig közlekedik majd. Előtte azonban minden állomáson megáll, és megmutatja majd magát a vonatimádók nagy örömére. A Fehérvár Televízió híradóját Szabó Miklós Bence tudósította.